Sziasztok! Úgy döntöttem nemrég, hogy indítok egy ilyen nagyon egyszerű kis akváriumot. Ugye nagyon ére járatjuk a lóteket, de igazából tehát van egy ilyen egészséges verseny lótekben, de igazából a legtöbb családnak szerintem tökéletesen megfelel egy egyszerű családi akváriumnak egy sokkal egyszerűbb séma. És tehát ez, amit most én csináltam, ettől úgy egyszerűbb, meg biztonságosabb szerintem, így nem nagyon van. Megmutatom, hogy miről van szó. Hát nézzük a talajt. Egyszerű, pofon egyszerű szűrőhomok. 2000 forintos cucc egy 20 literes zsákkal. Én itt annyiért vettem. Egy sima belső szűrő szűri. Ehány pickup 20-10, 126 literes az üveg. 45 magas, 33 mély és 85 centi hosszú maga az akvárium. Egyszerű növényeket raktam bele, kriptokorinok lent a talajon. Hát most igazság szerint itt a csoportban néztem a bejegyzéseket, arra felbuzdulva csináltam a videót, most ritkítottam és vettem ki belőle. Itt van például egy szép egészséges gyönyörű kriptokorintő, azonnal jött ki. De parba is szép, nem algás, semmi probléma nincs vele. Anubias nana van benne, mikrozórumok vannak benne, hátul a legtöbb, hát most alaposan megritkítottam, de látni lehet, hogy fönt szép, piros a teteje, egészséges. Az limnopilia, sessile flora, tehát kocsár nélküli ambulia. Ugye mikrotápra kényes, bucepalandra, chopper is van bent, ott akar virágozni. Így néznek ki benne az Anubias nanák, és nőnek mind a gomba, tehát szaporodnak. Most ezt a tövet már bőven ebbe az akváriumba neveltem, ezt már ritkítottam, így be vannak dobálva. A mikrozórumokon sem tapasztalható alga, sodrás az van, pedig pont rájuk veri. A fény az 3x18 watt, T8. Hát benn van még egy régi Szilvánia Grolux, de hát az már ki van égve, 3x18 T8 fény. Tápozás. Nincs semmilyen táptalaj, nincs táptabletta, nincs tápgolyó, semmi nincs a talajba, üles szűrőhomok. Így a napi tápozása, azt hozzáteszem, betonkemény csapvíz, GA30, KH olyan 20 körül, tehát magas pH, csapvíz. Hát így az illingárda most, hogyha leüríteném, akkor látszik etetésnél. Rengeteg garnéla van benne, valahol mozgatja itt a kriptókat alul egy jó nagy anci, meg pár koridorasz lavírozik még benne, most ez nem tudom, ez hátul turkának valahol, tehát nem túl széles az akvárium, tehát jobb lenne, ha kicsit szélesebb lenne, de ennek a tápozása jelenleg úgy adogatom már jó ideje. Napi egy pumpa planter, de egy pumpa mikrotáp, ez 10 milli, lejön ki per 7 erre a növényzetre. Amikor indítottam, akkor minden másnap adtam egy pumpa plantert, a makró az két pumpa per nap. Vízcsere minimális, meg tudom mérni a vizeket, igazából két hete mértem. Nitrát az 10 körül, a foszfát az ilyen 0,5, kicsit tehát 0,5 fölött, 0,5 körül, minden egészséges. Ennél az akváriumnál volt egy tesztem, levettem egy pumpára makrót, rögtön kezdett el pusztulni az ambulia, rögtön kezdtek el feketenni a növények, még egy régi, ott van egy régi fekete levél az Anubiason. Az egy tipikus jel, hogy túl volt lőve a mikro. Az új leveleket megnézzük, gyönyörű, szép, egészségesek, sehol feketedés rajtuk. Ugyanez a helyzet a mikrozórumokkal. A mikrozórumnak a nyűgje van, feketedik. Azonnal feketedik, sok a mikro, vissza kell venni. Mi lett volna, ha táptalajt teszek ebbe az akváriumba? Hát akkor nagyon-nagyon csínyál a mikróval. Beleszámít az is, főleg, hogyha legyökeresedtek a növények, már veszik ki a talajból a mikrotápot, akkor lényegében az Anubias
meg a lassúbb növények. Tehát például a Zanubias tipikusan jelzi, szép, haragoszöld az új hajtás, nem világos, nem sárga az új hajtás, akkor jelzi, hogy jó a mikro. Hogyha sok a mikro, rögtön feketedik, ahogy a mikrozórum, ahogy megjelenik a bucepalandrákon is az ecsetalga rögtön. Gyakorlatilag mondhatni, hogy algamentes. Hát van biztos, hogy egy pár szál alga, de például ilyen a békatutaj benne. Szép, egészséges. Kettő pumpa makrót kap, egy pumpa plantert kap. Eleinte is ennyit kapott, csak ritkábban kapta. Tehát értelmetlen kevés növényhez adni sok tápot. Annyi, hogyha most ezzel a két táppal leállnék, ugye van az akváriumban, főleg a makróval, van az akváriumban azért ha a garnéla, de leállnék. Mi történne? Lezuhanna a tápanyagszint, elkezdene pusztulni az ambúlia, esetleg felkopaszodni, ugye bomló hajtások lennének, felemelkedne a nitrátszint, libikféle minimum elv, mikroelem az sehol az akváriumba, tehát limitál mindig a legkisebb mennyiségben jelenlévő tápanyag. Ha abba hagynám a tápozást, akkor szépen lassan elkezdene satnyulni a növényzet, tápanyagfeleslegek képződnének, amire megjelenik az alga. Az algáknál mindig egy vagy két irányító vegyület van. Tehát például van olyan alga, ami a foszfátra gerjed, túl sok a foszfát, és mellé általában használ nitrogén vegyületet. Valami a vasra gerjed, tehát túl sok a vas, mellé elcsik nitrogén vegyületet, és akkor megjelenik az ecset alga. Vagy ugyanez, kicsit magasabb a vas, magasabb a nitrát, lezuhan egy kicsit a foszfát, és már jön a szakálalga. Sodrás. Itt a sodrás, megy a szűrő, ez így megy. Oda van tapasztva, most akinek van ilyen elem szűrője, tudja, hogy nem lehet úgy pakolászni, szépen viszi a sodrásra, a növényekre a vizet, nem befolyásol semmit. Én az ambulia is beszokott lógni. Most vettem itt szép, egészséges ambulia töveget ki ide a ládába. Semmilyen alga nincs rajta. Szép, egészséges, burjánzó, viszi a sodrás, semmi probléma nincs. Tehát egyszer találjuk el a táparányokat, mi van a talajban benne. Nyilván, ha ebbe az akváriumba ludwigiákat akarnák tenni, akkor azoknak nem lenne elég ez a mikrotáp az akváriumba, akkor már előny lenne, ha mikroelemes táptalajban, onnan tudnának kompenzálni, főleg vasügyileg. De hogyha nem rakunk táptalajt, akkor össze tudunk rakni egy ilyen sima, zöld kis üde akváriumot, de persze ne akarjunk bele rotalát, meg ne akarjunk bele echinodóruszt, meg egyszerűbb zöld, még ebből most kimaradt olyan, hogy indiai vízicsillag belemehetne. Lehet, hogy akkor már három pumpa makró kéne, érdes tócsag az nyugodtan mehetne, akkor lehetne beletenni Pogostamos stellatus octopust, tehát hasonló zöld, egyszerű növényeket. Egy családi akváriumnak szerintem tökéletes ez, nem kell ezt annyira túragozni, és figyelni kell a tápozást, tehát a mikró mindig legyen kevesebb, nem baj most, hogy becsúszik egy-két, itt is van biztos visszamenőleg, mert ott látni például azon a kicsit sárgás levélen, abban a stádiumban kevés volt a mikró. Az tuti kevés volt a mikró, látszik ott egy fekete levél, abban a stádiumban azon a levélen sok volt a mikró. Nem veszem ki ezeket a leveleket, mert emlékeztetnek, hogy most mi újság. Ott sok volt a mikró, ott egy pici sárga levél, ott kevés volt a mikró, nézzük a felső hajtásokat, pont jó a mikró. Nem szabad túllőni, ha nem nől az ambulia, makró, kevés a makró, ennyi. Az ambuliának nőni kell. Azt, ha nem így néz ki, egy fapados, tök egyszerű, T8, legalja csövek, semmi extra, öregek is, vízcsere sincs, nem így néz ki, makró, kell nyomni a makrót. Ha ebben az akváriumban most adnék 4 vilimbel több mikrotápot egy héten, akkor úgy lerongyolódna az ambulia, mint a 21, mert a mikró diktálja a makrófogyást. Tehát a mikrót mindig óvatosan, a makró legyen szabadabb. Egy halas akváriumról tudni kell, hogy 25 mg nitrátnál már azt mondjuk egy halasra, hogy alacsony. Ehhez képest low-tech vonalon a 10-zel spórol, meg centizik mindenki. Ebbe az akváriumba 10 fölött van, két pumpa makró szabatolja ezt,
és akkor nincs hiánytünet, szépen nőnek. Hát most nincs, tényleg nincs táptalaj, de nincs tabletta. Hát meg tudom mutatni, mert és korom fekete a kriptó. Hát most ugyan benyúlok, most ide leteszem a izét, hogy egy másodperc az egész, de ugyan be fogok nyúlni, és nézzétek meg, hogy semmi. Tehát kopasz tövek vannak direkt szándékosan. Most azt tudni kell, hogyha megtömném akkor van tablettába, akkor nem ekkora lenne. Tehát húzgálom föl, sehogy egy tabi, sehol semmi. Hát van némi bekeveredett, mert manádós volt az üveg, de ilyen gyökereket ereszt. Most a manádót csak azért cseréltem le, mert izébe. Tehát nincs tabletta, nincs golyó, nem repked föl semmi, tehát azért mutattam csak, hogy kopasz talaj van, előtte manádos volt, most lehet egy pár deka manádó az akváriumba. Hát az ambulia is most ilyen. Ilyenek a rózsák. Makróban ne spóroljunk, ha úgy érzük túl, de persze ellentetjére is lehet fordulni, tehát úgy, hogyha túloljuk a makrót, akkor megjelenik rá az alga. Megjelenik rá az alga. De tehát észszerű határokon belül, tehát 100 literre, most a 126 két pump, az 2,6 milli, az olyan heti 14, meg 60 is 20, az 16 milli megy. Hogyha még terve van, mit tudom én, hozok bele 10 koridorász, bőven elbírja, akkor kapásból izével, akkor vissza fogom venni lehet egy pumpára makrót. Hát itt vannak az Anubiasok. Itt vannak az Anubiasok benne. Beton kemény csapvíz, fapados akvárium, egyszerű fény, a szűrése extra. Állítom most a növények növekedése mellé még rakhatnék bele bőven halat, csak most ez egy ilyen egyszerű. Tehát direkt egy ilyen videók véget akarom csinálni ezt az akváriumot, hogy nézzétek meg, hogy nem olyan éget bonyolult dolog ez, csak mindenki látom, hogy túllövi a mikrotápot, mellé nem pakol makrót, lágyítjuk a vizet, a lágyvíz jó dolog, nagyon széles növénypalettát lehet vele tartani, tehát borzasztóan megnől a tartható növények fajszáma, de ez egy egyszerű akvárium, hát most itt van a parva, az kicsit szétszedtem, az is már milyen szép gyökereket hoz. Az is már szép egészséges. Tehát a makróra oda kell figyelni, ebbe a vizet se nagyon cserélek igazából, minimális. Tehát amikor úgy gondolom, hogy van időm, átlag nincs, de van időm, most ebben akarok foglalkozni, nagyon nehéz karban tartani, mert ilyen szűkrésen tudok benyúlni, és már nem vagyok 20 éves, úgyhogy kicsit meg is híztam. Úgyhogy ezt nem szeretem, ezt az akváriumot karban tartani, de így néz ki egy jól makrotápozott ambulia. És egyszerű T8 6500 Kelvin, és nem új fénycsövek, tehát nem pirító fény meg izé, hát így néz ki, szép, egészséges, jó színe van, burjánzik, látszik, hogy vadul. Tehát ez egy nagyon jó kontrollnövény, és számos ilyen kontrollnövényben, mert ebbe az akváriumban volt indiai vízi csillag is. Tehát figyeljünk oda a mikrót, ne lőjük túl, ha van mikroelemes táptalaj, tehát lenne talajban mikroelem van, akkor még inkább vegyük vissza a mikrót, mert ahogy elkezdjük pumpálni a mikrót, akkor az növeli a makró igényt. Ha ebbe az akváriumban most meg tudnák etetni, ha szépen lassan emelem, akkor meg tudnák etetni naponta 2 pumpa plantert és 4 pumpa makrót, ezt bármikor be tudom bárkinek bizonyítani, csak annyi, hogy akkor békatutajt mondjuk nem hetente 5-öt kell leszednem, hanem 10-et kell leszednem, meg nem mondjuk 2 hetente félvödör ambulia jön ki belőle, hanem egy vödör ambulia jön ki belőle hetente. Tehát szépen föl lehet nyomni, csak hogyha aránytalanságban, tehát túloljuk a mikrót, akkor az makróhiányt okoz, és pusztulnak a növények. Mikróval óvatosan, makrotápot lehet bővebben, hozzá kell igazítani a halakhoz. De azt tudni kell, hogy tényleg egy halas akváriumnál már a halasok azt mondják, hogy ho-ho, 25, akkor már csúcs van. Tehát ehhez képest a low-tech akváriumoknál 10 fölött már pánikol mindenki, hogy ja Istenem, 10 már
akkor hú, már mi van, meg 15, már mi van, közben hát halasoknál 25 a kánál. A világítási időt meg 48 órát, meg ilyeneket, alacsonyabb fény, és akkor hosszabban. Ne úgy, mint én, hogy ez reggel főpattan, este későn lepattan, de egy jó akváriumban ez se nagyon számít, hogy meddig világítunk. Hülyeségek azok, amit magyaráznak némelyek, hogy 8 órát kell világítani. Nem. Akvaguru, világítás, főpattint, azt megnézed, nulla, ott vannak a watt per literek, ott vannak az óraszámok, azt tartsd be, és akkor jó lesz. Egy 0,45 watt per literen 10 óra fölött simán lehet világítani, nehéz eltalálni, a növényeknek kell biztosítani egy fotoszintézisre időt, nincs CO adagolva, egyszerű, ez a kis ehelym izével. Leteszem, visszarakom a fedőt, mert most nézem, hogy ez az idióta lámpa itt világít. Tehát ez a kis ehelyem szűrő, belső szűrő, szivacsal, semmi extra, bőven jó, szűri, nem kell külső szűrő, nem kell nyomaja, ott akkor az egyik korridor, ez előkerül. Ez 8 éves példány, valami minite 8 éves. Amúgy, tehát ennyit a vízről, a garnélák meg úgy szaporodnak, mint a nyulak, tehát nem tudom, hogy most hol találok, de dzsumbúj van, amikor eltetés van, akkor özönlenek előre. Tehát makró mindig legyen kicsit több, ha visszavesszük, nagyon nagy bajok szoktak lenni, észszerű határokon belül, tehát így erre a növényzetre, 126 literre, két pumpa makró, az olyan 2,6 milli mehet, úgy van fele mikro, figyeljük, itt a kontroll, az egy sárga, kevés volt, ott volt az előbb mutattam, ott a fekete, ott van a fekete anombiasz levő, akkor sok volt. Szép színen van a felsőnek, akkor jó, ennyi. Pillanatok alatt, hát a bucepalandra úgy feketedik, hogy öröm nézni, amikor túlóljuk a mikrót, és akkor meg lehet nézni itt a bucét, hogy szép egészséges, tehát hát most már nem nyúlok be. Tehát nem ízés. Az egy ilyen jávogy darab, valahogy bekeveredett, azt akkor ott tenyészik, az, tehát nem alga, az egy jávogy darab. De hát ha alga lenne, most egy 95%-os növényi növekedésre 5% algával menne kezdjünk pánikolni. Tehát ha egyszerű sémát akar valaki, akkor dobjon össze egy ilyet. Még ott is tenyészik egy kriptó, kihajtotta, ahogy hívják alól, a mi az Isten alól, az ambulia alatt. Cecil Flora alól. Tehát mikro óvatosan, makro kicsit bővebben, és igazítjuk hozzá a növényzethez, figyeljük a kommersz növényeket, vízicsillag, tényleg érdestócsag az, ambúlia, pláne, hát az alapkezdő növény gyönyörűen lehet látni, minden mutat, 3 naponta mutatja, hogyha gondja van. Nem így néz ki, nem burjánzik, betonkemény a vízünk, akkor is egy csapfa, 30 GH-s. Direkt a csapvizet. Van itthon 2 membrános ró, csapvíz van benne. Nem tudom, hol a TDS mérő. Mindjárt hozok egy TDS mérőt. Hoztam egy TDS mérőt. Ugyan mennyi. Az jó, 902. Ennyi, nem kemény a víz. Ez most hülyét mért? De jó mér, mert most mértem vele. Amott a lótekekbe ott ilyen 150 körül van. Jó van. Szemegyétek figyelembe a TDS-t, rohadt magas. Kár róla beszélni. Tehát 30 GH fölött van, 33-34 GH fölött van a víz. Tehát, és attól függetlenül, tehát nem fogja vissza a növényeket a csapvíz. Úgyhogy, tehát ennyi egy egyszerű séma. Nem kell túl gondolni. Ezzel teljesen jó kezdeni. Kevés plantár, sok makró. Több makró, nem sok, nem a gyári adag, tehát ebbe is olyan 60 literre, vagy jó számolom, egy pumpa megy, de azért van növény. Tehát azért valami fölvegy, az ambulia is, a békatuta is, a kriptók is azért nőnek, ritkítom folyamatosan, hát ott abban a sarokban ott az ambulia benne.